Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról is résztvevőket. Én Cang Ferenc vagyok, a PPH egyik 8-as szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. Mikrofont adjam. Valakinél szól a Skype. Megnézem, ne nézem. Pépi előtt lekapcsolta. Már észrevették. Ja. Pépi előtti foglalkozásom, gépészmérnökként végeztem. Mára viszont PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Lébényben élek párommal, egyre boldogabb párkapcsolatban, ami nem mindig volt így. Pár szó arról, hogy miért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, honnan is indultunk. Egy kis visszatekintés, mert mostanában egy-két dolgon elgondolkodtam, és érdemes volt nekem is visszatekinteni, és lehet, hogy nektek is, akik nézitek az előadást, mondani fog valamit. Ugye említettem, hogy gépészmérnöknek tanultam, tehát végzettségem szerint gépészmérnök vagyok, és párommal egy multi gyárba ismerkedtünk meg, és mint minden fiatal, megismerkedtünk, összeismerkedtünk, teltek a hónapok, és hát egyre jobban megismerkedtünk, és eldöntöttük, hogy mivel az a multi cég egyikünknek sok volt leányállam, se neki, se nekem, ezért eldöntöttük, hogy valami mást is kipróbálunk. Ez a mást is kipróbálunk, ez 150 kilométerre költözést vont maga után. Elköltöztünk, és oda költöztünk, ahol most jelenleg is lakunk, és egy másik multihoz mentem el. Ő közben állapotos lett, megszületett első lányunk, utána hamarosan a második, és azt vettem észre, hogy éltük a, most már innen visszatekintve, az átlag ember életét, viszont azt nem találtuk meg, amit most lehet viccesen hangzik, de a filmek mondtak meg, a YouTube-on a videók mutattak, hogy milyen jó lehet együtt élni. Hát valahogy ez nem jött össze. Pedig szüleim mindig mondták, hogy tanulj is, majd lesz egy jó állásod. Na, hát az meglett. Neki is meglett, ő is elvégezte a főiskolát, mint természetgyógyász, mint környezetmérnök először, utána mint természetgyógyász tanfolyamon. Viszont mégse éltük meg azt a felhőtlen boldogságot, amit szerettünk volna. Tehát két fiatal összekerült, és azt vártuk, hogy idézőjelben, amit mondtak nekünk a szüleink, barátaink, minden idézőjelben jó akaróink, voltak valójában is jó akaróink, de őnekik is most így visszamenőleg nem volt az a tudás, se tapasztalat, ami alapján igazi tanácsot tudtak volna adni. És mi is belekerültünk abba a mukuskerékbe is munkahely szempontjából, viszont hoztunk egy olyan döntést, ami után én most már visszatekintve úgy látom, hogy egy húsdarálóba is belekerültünk, az pedig egy lakáshitel volt. Na most az a lakáshitel megint onnan indult, most nem akarom hosszúra húzni, megint onnan indult, amit szüleinktől hallottunk. Egészség legyen, és akkor minden meg lesz, mondták ők. Fölvettük a bankhitelt, megépítettük a házunkat, éltünk, viszont még mindig nem jött az a felhőtlen boldogság. Miért nem? Hát nagyon nem értettük, aztán végül is megértettük, amikor olyan szintű elnyomás ért bennünket, amikor a bankhitelünket rendbe akartuk tenni. Mi nem azért nem fizettük, mert nem akartuk, hanem azért nem fizettük, mert rendbe akartuk tenni. Magyar az igazságunkért akartunk kiállni. És mennyi volt? Két év? Két év eltelt, hát nem jött össze. Nem jött össze, innen most már visszanézve tudom, hogy miért nem, mert nem is lehetett volna az igazságunkat végigvinni.
Viszont ebből mit kaptunk? Kaptunk egy olyan szintű hangulatromlást, amit Szerdasi Miklós mesterünktől tanultuk, hogy az miért és hogyan hatott ránk, hát meg is volt rendesen, tehát önmagunknak is jó példák voltunk, meg másoknak is most már, és az a hangulatromlás, hát ez rátette a bélyegét mind a párkapcsolatunkra, rátette a bélyegét gyereknevelésre, rátette a bélyegét mindennapjainkra, és mindig ott volt az a guillotine, vagy az a bárd, amit hát a végén vártunk, hogy mikor csap le, nyilván nem szerettük volna, de nagyon, nagyon nem volt semmi. És mind odáig eljutottunk, hogy most úgy szoktuk mondani, ez a pingvin effektus, hogy hát most senki nem tud semmit, senkinek nincs megoldása, mi lesz? Hát odáig eljutottunk, hogy tehát ez a nagy erő elnyomás, ez, én nem tudom, hogy van-e létezik olyan párkapcsolat, amit ez kivirágoztat vagy fölemel, szerintem nem nagyon van, és odáig jutottunk, hát jó, nincs megoldás, mi lesz, és hát az volt egyik lehetséges kiút, hogy hát váljunk szét, aztán majd lesz valami jobbra-balra, hát ez nem volt egy üdítő érzés, de hála Isten és hála Teremtőmnek, meg a fentieknek, ide irányítottak minket a PPH-hoz és a Nyílt Akadémiához, mesterünk Szedlacsi Miklós iskolájába, ahol hát most sokszor szoktuk mondani, hogy túl szép, hogy igaz legyen, de körülbelül mennyi volt fél év tanulás után, jött egy olyan előadás, ahol mesterünk elmondta, hogy ebből hogy lehet kilépni, ebből hogy lehet visszaépülni, és ez meg is lett, és úgy lett meg, hogy működik. Működött, most azért mondom jelen időben, mert most is működik, akkor nálunk is működött, és hát akkor ez hatalmas kő leesett a vállunkról, teher. Szoktam mondani a mesterünk, hogy úgy lehet fejlődni, hogyha a teher lemegy rólunk, ez lement rólunk, viszont akkor jött a következő. Tehát ezt úgy szoktam erre gondolni, mint van egy autó, akkor az elkezd rozsdásodni, akkor a nagy rozsdát úgy meglátja az ember, megjavítja, utána meglátja a következőt, hibákat az autón. Hát ez nálunk is így történt, hogy jó, meg volt a bankhitel lerendezve, onnan jött a párkapcsolat. Hát azt magunktól megint csak nem tudtuk helyrehozni. Megint csak nem sikerült, és nem a bankhitelből való tehát kijövetel hozta meg a automatikus párkapcsolat problémák megoldását, hanem megint csak kellett egy külső segítség, azt pedig Szedlacsi Miklóstól kaptuk meg, találtuk meg. És ezt azért mondom, hogy honnan indultunk, és most hol vagyunk. Most ott vagyunk, hogy nincsen bankhitel, a párkapcsolatunk rendeződött, nyilván mint minden kapcsolaton van csiszolnivaló, tennivaló, minden nap hozzá kell tenni, viszont mi onnan jöttünk vissza, hogy hát nem azt mondom mindennapos téma, de heti téma egyszer biztos volt az, hogy váljunk-e. Még a bankhitel után. És nem egy-két hétig, most nem tudom, vagy egy-két évig, igen. És ezt most már látom, hogy ez a személyiségfejlődés, hogy meg tudjuk oldani ezt is, azt is, meg még a következőt is, meg még a 23-at is, és ezt akik a normál, nem rossz, hanem a normál iskolarendszerből jöttek emberek, vagy vagytok ti is, ezt nem biztos, hogy menni fog egy harmadik személy segítsége nélkül. Mi ezt megéltük, és azt is megtapasztaltuk, hogy most tudom, magunkra jó emberek vagyunk, meg nem ártottunk úgy egymásnak, meg senkinek se, viszont akkor sem ment kettő. És akkor ott volt a két gyerek, és akkor ők is hallották azt, hogy szülők el akarnak válni. De jó. Hát ők nem ugráltak, nem tapsoltak örömükbe, és most el lehet képzelni, hogy az nekik milyen lelki problémát, traumát okozott akkor, és azt, amikor mi rendeztük a párkapcsolatunkat, akkor jött a következő felismerés, hogy hát a gyerekeknek okozott lelki sérelmeket is helyre kell hozni valahogy. És azt meg én honnan? Internetről nem lehet letölteni. Sehonnan. És párommal 20 évig kerestük, azelőtt mielőtt a Nyílt Akadémiára találtuk, és mesterünkre találtunk, 20 évig kerestük azt a helyet, ahol meg tudják nekünk mondani, hogy tudunk fejlődni, milyen megoldások nem találtuk meg.
Viszont itt most már több mint 5 éve itt vagyunk, PPH-nál, és minden rendeződik. Most tudnék egy hetes friss példát is mondani, na most nem akarok ezzel időt se húzni, de még egy autócserénél is tud nekünk segíteni mesterünk. És itt is közreműködtek a fentiek. Tehát döbbenet. Úgyhogy tudom, hogy legjobb helyen vagyok, legjobb helyen vagyunk, és fejlődünk folyamatosan. Tehát a Nyílt Akadémia képzései által most fel tudnám sorolni, hogy bankhitel, önmagunk, párkapcsolatunk, gyerekek, munka, a munkáról ugye külön fejezetet lehetne nyitni, most abban nem megyek bele, mint tevékenység, de minden életterületre tudunk és kapunk is folyamatosan olyan tudást, amivel tudjuk fejleszteni magunkat. Tehát ezt sehol nem kaptuk meg, és szerintem nem lehet találni semmit mást máshol. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülálló a teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Szerdacsik Miklós a legnagyobb személyiségfejlesztő szervezet alapítója és vezetője, kinek a legtöbb ember köszönheti személyiségfejlődését, és ráadásul még mesterkócs is, aki a legtöbb kócsot képzi és képezte a módban. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretetkor az aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most pedig szeretném megkérni mesterünket, Szerdacsi Miklós, mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nézzük meg akkor, mivel is foglalkozunk. De állítólag nincs hangom. Egy pillanat, jó? És akkor mindjárt lesz. Mármint a vezetőknek nincs hangom. Van hang? Akkor mit mondtál? Azóta megoldódott. Ja, azóta megjött a hang, jó. Ja. No, akkor nézzük meg, mivel is foglalkozunk. Képzéseik vannak. Én embereket képzek 93 óta. Akárhogy nézzük, ez 30 éve. És ilyen témákban 2000-ben kezdtem el embereket képezni, amiket most is tartok, illetve hát közel se ennyiféle témában, ugyanis 25 féle nagy témánk van. És úgy állítottam össze a képzéseinket, hogy az élet minden területére kihasson. Tehát ami azt jelenti, hogy az élet minden területén legyen megoldás, hogyha valami olyan helyzetet szeretnél megoldani, amivel találkozol az életedben. Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de nekem meg az a furcsa, hogy az emberek általában működnek. Ugyanis az emberek számára az furcsa, amit én most fogok mondani, hogy gyakorlatilag engem a pénz az sose érdekelt, és sosem motivált. Tehát sose. Ez azért furcsa, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol az embereket a pénz motiválja, és
ez számomra mindig furcsa volt. Tehát én számomra a pénz az semmi más nem volt világéletemben, csak egy eszköz. Sose volt viszont motivációs eszköz. Nyilván kell pénz a túléléshez, tehát talán annyira motivált a pénz, hogy a túlélésemet biztosítsa, illetve a családom túlélését biztosítsa. De semmilyen más szinten. Ami azt jelenti, hogy mondom, ez lehet, hogy furcsa egy kicsit, de én mindig úgy működtem, hogy amennyire szükségünk lesz pénz, én azt úgyis meg fogom tudni teremteni. Tehát engem, a szüleim, hát viszonylag korán elkezdtek munkába fogni, az azt jelenti, hogy olyan 7 éves koromtól. És ezáltal ugye viszonylag hamar kellett dolgoznom, amit gyerekként nagyon nem szerettem. De ezzel viszont azt érték el, hogy nekem felnőttként soha nem volt büdös a munka. És az lehet fizikai vagy szellemi munka, nekem teljesen mindegy. Ugye én végeztem fizikai munkát is főtevékenységben egészen 93-ig, 80-tól 93-ig, 13 éven keresztül, nekem az se volt probléma. Sőt, ha egyszer háromféle tevékenységet kellett végeznem fizikai munkaként, mondjuk napi összesen mondjuk 12 órában, nekem az sem jelentett különösebb gondot. De nem a pénzért csináltam, hanem azért, hogy haladjunk. Tehát haladjunk. Mit jelent a haladás? Hogy azok a célok, amik voltak, azok teljesülve legyenek. És ugye kezdetben én is úgy voltam, mint a legtöbb ember, hogy fizikai jellegű céljaim voltak. És ezek a fizikai jellegű célok, ezek jelen voltak 13 éven keresztül, hát gyakorlatilag, de mégiscsak 10 éven keresztül dolgoztam igazából a pénzért, és 10 év elteltével, mondjuk a 11. évben, 91-ben találkoztam olyan tevékenységgel, ahol ott is a legtöbb embert a pénz fogott meg. Engem nem a pénz fogott meg, hanem egy olyan eszme, ami nekem tetszett. És onnantól én 91-től én az eszmékért tevékenykedek, és nem a pénzért. És nagyon érdekes, hogy amióta eszmékért tevékenykedek, sokkal több pénzünk van. Mint azelőtt, amikor pénzért tevékenykedtem. De igazából mondom, akkor sem a pénzért tevékenykedtem, hanem az anyagi célok megvalósításáért. Például azért, hogy mit tudom én, tudjuk bővíteni a kis házunkat, amit akkor vett nagymamám nekem, amikor összeházasodtunk, és ugye az egy szobakonyha volt, és akkor az bővíteni kellett, akkor mindig volt valami, amire kellett pénz, de nem a pénz volt sose a motivációs eszköz, hanem annak a célnak, annak az anyagi célnak a megvalósítása. És amikor az első eszmével 91-ben találkoztam, egyébként az az öngondoskodás eszméje volt, és onnantól kezdve hát elkezdett másként alakulni az életünk, mert rájöttem arra, hogy egy eszmért dolgozni teljesen más, mint pénzért dolgozni. Csak a legtöbb embernek nincs eszme az életében, nem talál olyan eszmét, amiért érdemes cselekedni. Érted? És én az öngondoskodás eszméért dolgoztam egészen 91-től 2007-ig. Tehát 16 éven keresztül gyakorlatilag. És ugye én már akkor folytattam olyan
tevékenységet emberek képzésében, ami sokkal jobban tetszett, mint maga az öngondoskodás eszméje. Ugye milyen eszme, mi az, ami tetszett, hogy olyan tudást átadni az embereknek, amit az életükben tudnak hasznosítani. Hol? Remélem, ez sikerült elolvasni mindenkinek, bár a rádió hallgatóknak nem sikerült, ezért mondom, hogy ami most fönn van, az van, hogy mit csinálunk coachképzéseink által, az embereknek el tudjuk juttatni azt a tudást, képességet és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön 2035-re létrejöjjön a szeretet kora, úgy is lehetne mondani, hogy aranykor. Tehát, hogy a bolygón legyen aranykor. Az aranykor, a szeretet korának az a lényege, hogy nem lesznek, tehát nincs elnyomás. Tehát nincs elnyomás. Ez most utopisztikusnak tűnik. Szerintem a bolygón, erről a korszakról emberként nem tud többet senki, mint amit én tudnék erről mondani. Jó, és akkor nézzük, hogy milyen életterületek vannak. Tehát van 10 életterület, tehát az öngondoskodás az gyakorlatilag mondjuk valamilyen szinten tartozott ide, meg ugye mondani lehet azt, hogy tudj magadról gondoskodni, hát meg tudj a családodról gondoskodni. Jó, de mi újság van a többi dologgal, mi újság van az emberekkel, mi újság van másokkal? Tehát én tudom, hogy egész életedben eddig dolgoztál, lehet, hogy célokért, mint én, lehet, hogy pénzért, mint nem én, de kevesen dolgoztatok eszméért. Tehát valamilyen eszméért. Tehát milyen eszme? Most gondold végig, itt élünk egy világban, és azt látjuk ebben a világban, főleg az én korosztályom, vagy a még idősebbek még inkább látják, hogy az ember abból a szempontból, az ember élete abból a szempontból nem javult, mert ugye mit jelenthet a javulás? A javulás azt jelenti, hogy az ember jobban érzi magát a bőrében, és pont. Világos ez? Tehát az ember élete az elmúlt évtizedekben átlagosan nem javult ebből a szempontból, hanem romlott. Tehát most sokkal kevésbé érzik az emberek jól magukat, mint 40 évvel ezelőtt. Persze azt tudnám mondani, mert azóta 40 évvel idősebbek. De én most nem erről beszélek, hanem arról, hogy a társadalom jobb hangulatú volt. Sokkal 50 évvel ezelőtt, 40 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt is, 20 évvel ezelőtt is, 10 évvel ezelőtt is, mint most. Tehát ami azt jelenti, hogy van egy fokozatos romlás abból a szempontból, hogy az emberek kevésbé jól érzik magukat. Honnan látni ezt? 40 évvel ezelőtt azt se lehetett tudni, hogy mi az, hogy depresszió. Nem voltak olyanok, hogy rákos betegek. Érted? Nem 40 évvel ezelőtt, bocsánat, 50 évvel ezelőtt. Tehát mikor én mondjuk 13 éves voltam. Nem voltak olyanok, hogy rákos betegek. Nem voltak olyanok, hogy depressziósok. Érted? Közel nem volt annyi beteg, mint mostanában. Érted? Tehát a társadalom ebből a szempontból romlott, tehát ez azt jelenti, hogy a hangulat romlott. Ha kimentünk az utcára, és mentünk végig egy családi házas részen, vagy akár egy olyan részen, ahol nyitva voltak az ablakok, lehetett látni, vagy hallani dalolászást, fütyülgetést, érted? Most hol látsz ilyet? Sehol. Még vidéken sem. Nem, hogy városba.
Én városban lakom, mióta születtem, Budapesten, és ezért van összehasonlításom a város múltjával kapcsolatban és jelenével kapcsolatban. Tehát most az emberek átlagosan sokkal rosszabb hangulatúak, mint anno annak idején. Tehát ami azt jelenti, hogy nem hallatsz olyat, hogy valaki mondjuk a kertben kint dolgozik és közben fütyűrészik. Érted? Vagy énekelget. Sőt, ha valakit most hallanál mondjuk énekelgetni, azt gondolnád, hogy ez megbolondult. Régen meg ez tök természetes volt. De ha valaki énekelgetett munka közben, azt tudod mit jelent? Az azt jelenti, hogy jó kedvű volt. Tehát most a jó kedv az gyakorlatilag hiányzik a társadalomból. Figyeld, amikor én 14 éves voltam, akkor arra emlékszem, akkor voltam az első olyan lagzin, amire emlékszem. De ott elindult a zene, 5 perc múlva mindenki táncolt. Érted? Most elindul egy lagziba egy zene, a közönség nagy része, a résztvevők nagy része majd 4-5 óra múlva táncol. De addigra már jó be kellett ütüzni. Oké? Hogy táncoljanak. Na most ebből a szempontból, ha megnézzük, óriási mértékben fokozatosan, nem hirtelen, fokozatosan romlott a társadalom hangulata. De az elmúlt 3 évben meg még nagyobb mértékű romláson ment át a társadalom. Most mondhatjuk azt, hogy egy jelentőset zuhant az emberek hangulata. Tehát az azt jelenti, hogy régebben akárhogy nézed, lehet, hogy az életszínvonal rosszabb volt, mint most. Közel nem volt ennyi autó, közel nem volt ennyi érték az emberek tulajdonában, mint manapság, közel nem volt ennyi érték, mégis sokkal jobb kedvűek voltak az emberek. Ha tehát te azt gondolod, hogy az anyagiaktól függ a jólét, a jókedv, nem a jólét, a jókedv, akkor te nem értesz az élethez. Tehát a jókedv az nem az anyagiaktól függ. Érted? Hanem az, hogy mennyire élvezi az ember a saját életét. És ha te dolgozol pénzért, vagy dolgozol pénzzel megvásárolható célokért, akkor te soha nem leszel igazából elkötelezett. Soha. Soha nem leszel igazából elhivatott. Én látok olyanokat, hogy vannak nagyon sikeres olyan emberek, akik látszólag jó hangulatúak, látszólag, mert nagyon sikeres üzletemberek. De mit látni velük kapcsolatban? Hogy kizárólag azt hajtják, hogy mindig az adott üzletben jó eredményeket érjenek el. Érted? És azt gondolják, hogy a boldogságnak az az egyetlen feltétele, hogy minél több pénzük legyen, mert úgy gondolják, hogy a boldogságon bármit megvehetnek. Vagyis a boldogságot megvehetik, bocsánat, ezt akartam mondani. Tehát azt gondolják, hogy a boldogságot pénzzel megvehetik. Tehát pénzzel megvehetik. Ez hogyan nyilvánul meg? Például fiatal volt, boldog volt, összeismerkedett a leendő feleségével, aki közel egykorú. Számos ilyen példát láthatsz. És majd nagyon gazdag lett, és utána lecserélte az asszonyt, és vett magának egy fiatal nőt, feleségnek. De szó szerint vett. Mert hogy mit tudom én, 30 év van köztük, akkor nehogy ma azt mondja valaki, hogy a beleszerelmesedett a pénzébe a csaj,
a férfi pénzébe beleszerelmesedett, persze, de hogy nem a 30 évvel idősebb férfibe szerelmesedett be az 30 évvel fiatalabb nő, az hód biztos. Tehát mit működhet esetleg ilyen esetben? Ha nem a pénzébe szeretett bele, netántán, akkor meg igen magas apa komplexusa van. Tehát magyarul gyerekkorában nem élte meg az apját. Érted? Nem volt apja, vagy mi történt? Nem volt otthon az apja sose. Oké? Mert valami olyan foglalkozása volt az apjának, hogy nagyon ritkán volt otthon. Tehát, ha megnézzük, gyakorlatilag, nehogy már azt mondjátok nekem, hogy a Palácsik Tímea az beleszerelmesedett a Andrew Vajnába. Persze. Körülbelül a nagyapja lehetett az Andrew Vajna, érted? Korba. Szóval, lényeg az, hogy az Andrew Vajna meg tudta azt csinálni a hatalmas pénzével, hogy megvegye kilóra a Palácsik Tímeát. Oké? Szóval, csak ebből, vagy a Várkonyi Andreánál is ugyanez a példa, így van. Szóval nehogy azt gondoljuk, hogy itt valami szerelem van a kettőjük az ilyen emberek között. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek azt gondolják, hogy a pénz az boldogságot ad. Na most gyakorlatilag a Palácsik Tímea a szó szerint sírba vitte a Vajnát, az Andrew Vajnát. Szó szerint. Elég hamar. Nem sokáig éltek együtt, és elég hamar az öreg meghalt. Oké? Okay? Ja? Szóval egy olyan világban élünk, ahol ugye én azt látom, hogy az emberek dolgoznak a pénzért, dolgoznak anyagi természetű célokért, és fogalmuk nincs, még arról sincs talán, hogy mi az, hogy eszme. Oké? Okay? Pedig én azt látom, hogy egy olyat nem tudsz mondani, aki a világban dolgozott a pénzért, és most is emlékszel a nevére, mert a történelembe tanultad. Egy se. A régi gazdag emberek, az mind feledésbe merültek. Érted? Ezek, akik most gazdagok, ez a jövőben azt se fogják tudni, hogy ők ki a francok voltak most. Mert ugyanis azokra emlékszel, és arról tanultál a történelemben, akik eszméért dolgoztak. Érted? És eszméért működtek. Mondjak ilyen neveket? Igen. Buddha. Oké? Okay? Akkor mondjuk meg másikat, jó? Tehát például, mit tudom, Jézus, ő nem vallás alapító volt, de szerintem Buddha se vallás alapító volt. Hold biztos. Csak utána üzletet csináltak az eszméikből. Érted? Tehát az eszméikből üzletet csináltak. Jézus eszméjéből köztudott, hogy Pál csinált üzletet. Oké? Okay? Tehát lényeg az, hogy mit tudom én, eszméért dolgozott, Kossuth persze. Oké? Okay? És lehetne egy csomót sorolni a történelem során, akik eszméért dolgoztak. Jó? Tehát ne nézzük az uralkodó családokat, mert az uralkodó családok azok beszülettek uralkodónak, jó? Mert legalábbis a legtöbb. Tehát ami azt jelenti, hogy olyan családban született, amelynek a vérfonala az uralkodó volt, és ezáltal ő is uralkodó lett. És nem biztos, hogy az uralkodó az eszmét követett. Jó? Tehát én nem olyan emberekről beszélek,
akik uralkodók voltak, és ezáltal a történelemben tanultál, hanem olyan emberről, aki névtelenségből jött elő. Érted? Különben, ha nem hozott volna létre maradandó tudást vagy információt, érted? Akkor most a történelemben nem emlékeznénk róla. Világos ez? És valahogy én úgy voltam az életemben, tudod, hogy gyerekkoromtól, hogy én azt gondoltam, hogy én nem úgy akarok élni, mint az átlagember, hogy nem hagy maga után semmit. Érted? És akkor nem tudtam, hogy ez hogy fog megvalósulni. És képzeljétek el, volt egy látomásom, tehát eleve úgy indult, hogy én azt tudom, meggyőződtem róla, hogy 14 éves koromtól biztos vagyok benne, hogy kapok fenti segítséget. Tehát 14 éves koromtól. Tehát fenti segítséget. És ezt visszavezettem, már a 90-es évek elején rájöttem arra, hogy 14 éves koromtól van rendszeresen segítségem. Na most, ezáltal ugye elég könnyű volt nézetet váltani avval kapcsolatban, hogy az ember élete az a véletlenek sorozata, vagy pedig nem. Mit jelent a nem? Az azt jelenti, hogy minden megszervezett. Oké? Tehát, hogy a dolgok miatt, a történések miatt, vagy mögött, dolgok mögött, történések miatt, vagy mögött, az események mögött, a találkozások mögött szervezés van. Tehát szervezés van. És nagyon érdekes, mert én ezt személyhez kötöttem kezdetbe. Nem egy általam nem ismert személyhez, hanem általam ismert személyhez. Ugyanis volt nekem egy nagypapám. Egy olyan nagypapám, akinek nem volt gyereke. Akkor hogy lehetett nagypapám? Nem volt gyereke. Érted? És ezáltal ő olyan nagypapám volt, hogy én voltam a gyereke is, meg az unokája is. Egyszerre. Magyarul ez nagymamám második férje volt, mert az eredeti nagypapám az a második világháborúban meghalt. Tehát katona volt és nem tért vissza. És a második nagypapám az engem úgy kezelt, hogy mondom, nem volt gyereke, ezáltal nem lehetett unokája. Most képzeljétek el, én voltam a gyereke és unokája is egyben. És egy nagyon bölcs öreg volt. Viszonylag hamar, 13 éves koromban halt meg. És onnantól odáig vezettem vissza későbbiekben, nagyapámig, hogy meghalt, és ő segített. Érted? Tehát a hátralévő életemben ő segített. Aztán azóta már tudom, hogy ez nem így van, mert neki újra kellett születni, de azt is tudom, hogy legalább volt, akiben higgyek. Érted? Egy olyan lény, aki nem kézzel fogható. És amely azt éreztem, hogy támogatva vagyok, segítve vagyok. Érted? Na most a legtöbb ember az azt gondolja, hogy az élet az véletlenek sorozata. Én meg meggyőződtem arról, hogy egyáltalán nem az. Nem véletlenek sorozata. Hanem minden elrendezett. És minden az én fejlődésemet szolgálja. Érted? Minden. Akármilyen hihetetlen,
Lehet, hogy volt olyan időszakom, hogy nagyobb megpróbáltatásokon kellett átmennem, mint neked az egész életedben. Nem tudom, ellened például hány pert indítottak életedben, mert ellenem gyakorlatilag vagy 5-6-ot. Érted? Nem jogosan indították, ezért semmi nem lett egyikből se. Érted? De az egyikből lett egy olyan, hogy jövőben jobban csináljam. Ez volt a határozat. Oké? Okay? Ez volt a határozat. Így van. Na, ennyi volt. Jó? Tehát lényeg az, de büntetés nélkül. Oké? Okay? Ennyi volt a büntetés, hogy azt mondta a bíró, hogy a jövőben ezt jobban odafigyeljek és jobban csinálja. Így van. Na, ennyi volt. Na, szóval azért gondold végig, nekem voltak olyan pereim ellenem, ezek a támadások, hogy 2x8 év. Érted? Tehát, és rendszeresen évente volt tárgyalás, legalább egy. Akkor volt olyan ellenem, hogy 103 tanút idéztek be. Érted? Senki. Senki. Oké? Okay? Nem én idéztem be őket, hanem a bíróság. Érted? Na most gyakorlatilag olyan dolgokat kellett megélni, hogy mit tudom, én tartottam az emberekbe a lelket. Érted? Mert volt olyan, hogy mit tudom, egyszerre 8-unkat ültettek a vádlott appantjára. 8-unkat. És gondold végig, az a 7 ember, az tök ki volt akadva. Abból még 2 mindig itt van mellettem. 2 abból a 8 emberből. Már 7-ből is. Tessék? 7-ből, mert te voltál 8. Ja, igen. Igen, mert én voltam a 8. így van. Szóval lényeg az, hogy ezért mondom, hogy most gondold végig, ez alatt az időszak alatt, amikor támadtak, akkor is ugyanúgy tettem a dolgom, mint ami se történt volna. Érted? Na most ezt azért nem sok ember tudja megcsinálni a Földön. Érted? Tehát olyan támadások is voltak ellenem, hogy újságcikkekben főcímben szerepeltem. Érted? Jogtalanul voltak ezek, teljesen. Miért? Mert például, amit én pénzintézetet létrehoztam, azt mondtam, hogy nem eladó. Érted? Nem eladó. És onnantól, mikor azt mondtam, hogy nem eladó, na onnan indultak a támadások. Nagyon érdekes. Oké? Okay? Szóval, lényeg az, hogy megéltem olyan dolgokat, amire azt mondom, hogy 100-ból 100 nem élt meg. Érted? Érted? Akkor még közben párkapcsolati gondjaink is voltak időnként, nem kicsi. Érted? De én mégis tettem a dolgomat, és aki kitartott mellettem, azokat tanítottam. Akkor is gondold végig, mekkora tapasztalat lehet mögöttem. Érted? Ami annyit jelent, hogy egyszer csak ugye megváltoztak a dolgok, abba kellett hagyni folyamatosan azokat a tevékenységeket, mert megváltoztatták a szabályokat, amiket régen végeztünk. Csináltam olyat, hogy elvették a pénzintézetemet, másnap létrehoztam egy újat. Érted? És azt gondolod, hogy én úgy indultam el,
hogy nem átlag emberként, akkor óriási tévedésben élsz. Tehát ami azt jelenti, hogy nehogy azt hitt, hogy tele voltunk lóvéve, vagy örököltem, vagy a szüleimtől kaptam valami vagyont, semmit. Tehát meg tudtam ezt csinálni, érted, hogy oda jussak. És tudod miért? Mert én eszméért dolgoztam, nem pénzért. Ha pénzért dolgoztam volna, akkor simán kihúzzák a talajt a lábom alól. Érted? De ha valaki eszméért dolgozik, akkor azt az eszmét nem adja fel. És tudod, mindig úgy volt, hogy én akkor is megcsinálom. Akármi lesz, akkor is. Nem tudom, te hogy állsz ebben a kérdésben. De ide visszatérve, én kaptam egy küldetést. Hát 10 évvel ezelőtt. Az, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lenni. Ugye akkor már tisztában voltam valamilyen szinte, hogy mit jelent az, hogy aranykor. El is magyarázták, hogy ez gyakorlatilag szeretetkora. Tehát olyan korszak, ahol nincs elnyomás. Mert nincsenek elnyomók. Ugye tudnunk kell, hogy a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Minden ötödik. Ez durva szám. És tudod, hogy az ismerőseid között is minden ötödik elnyomó? Nem PPH-s ismerősről beszélek, jó? Itt nincsenek, hála Istennek. Innen úgy menekülnek el, hogy porzik utánuk az út. Érted? De az ismerőseid között ott vannak. Meg a rokonaid között is. Érted? Sajnos ez van. És annak abból a minden ötödikből, minden ötödik, ami igazán veszélyes. Tehát a bolygó 4%-a az veszélyesen elnyomó. Ők felelősök azért, hogy az emberek nem boldogok. Elsősorban ők a felelősök. Ha megnézed, a bolygó 4%-a, az mondjuk 8×4, az mennyi? 320 millió? Jól számolok? Igen. Tehát 320 millió igazán veszélyesen elnyomó ember van a bolygón. És további, ugye a 20% az akkor mennyi? Ugye további 16%. Az 20%, 8 milliárdnál a 20%, 1,6. Tehát összesen 1,6 milliárd elnyomó van a bolygón. És abból 320 millió, aki veszélyesen elnyomó. Tehát nem csak a 320 milliónak köszönheted, hogy nem boldogok az emberek, hanem természetesen annak is, aki a környezetedben van, és leértékel téged, leértékeli a te munkádat, a te tevékenységedet, személyedet, cselekvéseidet. Érted? És ezt valamilyen rendszerességgel csinálja. Oké? Tehát azoknak köszönhetik az emberek, hogy nem tudnak eredményesen működni az életükben, mert hogy lehet működni eredményesen az életben, ha állandóan leértékelik a te cselekvésedet, vagy a te személyedet. Világos ez? És bőven elég, ha csak ennyit csinál valaki, hogy leértékeli a cselekvésedet, személyedet. Érted? Az egy leértékelés, hogy te valamit kiválasztasz. Például az, hogy tanulni akarsz, fejlődni akarsz, és akkor azt mondja, mit tudom én, az az ismerős, hogy hülye vagy te, hogy agymosásra jársz.
pedig az ő agya van kimosva. Tehát az agymosottak mondják, hogy agymosásra jársz. Én úgy gondolom, hogy a tudás az mióta agymosás. Oké? Milyen tudás? Na most gondold végig, itt volt ez a 10 terület. Ha erre a 10 területre tudást kapsz, akkor történhet bármi az életedben. Meg tudod oldani. Tehát én egy olyan életet tudtam élni világéletemben. Miért? Mert képzeljétek el, az első 7 évben nem igazán kaptam elnyomást. Miért nem kaptam? Mert nagymamám nevelt. Akkor még nem volt mellette a nagypapám. Jó lett volna, mert tőle sose hallottam egy rossz szót se. Mondom, egy rendkívül bölcs ember volt. De nagymamámnak, mivel én voltam az egyetlen unokája, és ő nevelte, ezért nagyon szeretett. Mi volt a szüleimmel? Szüleim vidékről jártak be dolgozni Budapestre, ezáltal mindig ilyen 3-4-kor vagy mikor kellett kelni, és hogy nekem ne kelljen felkelni ilyen korán. Ezáltal ugye a nagymamámnál voltam itt Budapesten. És csak vasárnap voltam a szüleimmel. És akkor örültek, hogy ott vagyok. Nyilvánvaló. Szóval, mondom, az első 7 évben, mivel nem nagyon kaptam elnyomást, ezáltal nem kaptam leértékelést. Érted? 7 éves koromig. És ez azt jelenti, hogy nem vett körül olyan környezet, ahol leértékeltek. Azért érdemes lenne elgondolkodnod, hogy vajon neked az első 7 év az milyen lehetett? Kaptál leértékelést? Eleve ott kezdődik, hogy évvesztes voltam, tehát hála Istennek nem mentem 6 éves koromba iskolába, hanem már betöltöttem a 7-et, amikor iskolába mentem. Oké? Tehát gyakorlatilag több mint 7 éves voltam, amikor iskolába mentem. Vagy éppen pont 7 éves, mikor iskolába mentem. Mert ugyanis van egy ilyen, jó ha tudod, hogy az ember élete az ilyen 7 éves ciklusokra oszlik. És az első 7 évben történtek, azok meghatározóak, ugyanis az első 7 évben az ember mintát vesz föl. Tehát mintát vesz föl. És ezek a minták, ezek berögzülnek az ember elméjébe, és utána azokat a mintákat ismétli majd az életében. Oké? Amit az első 7 évben lát, érzékel. Szóval az, hogy az első 7 év milyen, az meghatározó. Nekem mondhatjuk azt, hogy csak nem ideális volt az első 7 év. És ez azt jelenti, hogy nem alakult ki egy olyan dolog, mint a sok embernél, hogy azt mondja neki valaki, hogy te úgyse leszel képes rá. És akkor ezt el is hiszi. Érted? Na most, ugye azt mondtam az imént, hogy 10 évekkel ezelőtt kaptam egy látomást, hogy ez ahhoz kapcsolódik, hogy a 2012. december 22-ével lejárt egy korszak, a vaskor. És 2012. december 23-mal egy új korszak indult. Ennek a korszaknak aranykornak kellene lennie. Vannak korszakok, 4 korszak váltja egymást,
Ez a négy korszak a következő, tehát vaskor, aranykor, ezüstkor, bronzkor, utána megint. Illetve, várjál, még egyszer, tehát vaskor, utána aranykor, ezüstkor, bronzkor. Ezt mondtam, nem ezt mondtam? Ezt mondtam, jó. Jó, és akkor utána megint vaskor, a bronzkor után. Majd utána megint aranykor, tehát a korszakok így változnak. Egy korszak az nem pár év, nem pár évtized, nem pár száz év, hanem évezredek. Világos ez? Tehát egy korszak az évezredek. Igazából egy korszak 12.560 év. Oké? Na most ezek a korszakok, ezek változnak. Tehát ehhez képest az életünk, az nagyon rövid, ha megnézed, egy kis átlag 80 évünkkel. Szóval egy 12.560 éves korszak lezárult. Maják is elmondták. Oké? És aranykorba kell váltani. De az aranykor nem működik elnyomókkal. És miért kellenek az elnyomók? Azért, hogy kapjál elnyomást. Hogy tudj különbséget tenni a jó és a rossz között. Érted? Méghozzá határozott különbséget tudjál tenni a jó és a rossz között. Ha nincs rossz, nem tudod értékelni a jót. Világos ez? Ha nincs nagyon rossz, akkor nem tudod értékelni a kicsit jót se. Tehát határozott különbséget kell tenni még a jó különböző fajtája és a rossz különböző fajtája között is. Tehát aranykorba akkor léphet be egy ember, hogyha nem alkalmaz elnyomást. Érted? Mi az, hogy nem alkalmaz elnyomást? Az emberek úgy működnek, hogyha találkozol egy elnyomóval, és elnyom téged, mondjuk leértékkel, akkor hazamész, és itt tudom én, éppen útban van a kutya, az belerúgsz egyet. De lehet, hogy annyira szereted a kutyát, hogy nem rúgsz bele, ezért fogod és a gyerekedet leértékeled. Érted? Az azt jelenti, hogy egy elnyomást, egy elnyomott továbbadja egy gyengémnek. Világos ez? És így működik a bolygó további 60%-a. Rendszeresen így működik. Ami azt jelenti, hogy kap elnyomást az elnyomóktól, attól a 20%-tól, a 60%, és akkor már ez így együtt 80%, és akkor fogja, és továbbadja az elnyomást. Tehát úgy működik, mintha elnyomó lenne, de ő nem elnyomó, hanem csak egy elnyomott, aki éppen adott helyzetben, amíg az elnyomás alatt áll, vagy hatása alatt áll, addig ő is hajlamos arra, hogy elnyomjon valakit. Nyilván egy gyengébbet. Például párkapcsolatban, mit tudom én, sok olyan párkapcsolat van manapság, sőt a párkapcsolatok jó része úgy működik, hogy a hölgy az erősebb, erőteljesebb, nem fizikailag erősebb. Jobban tudja érvényesíteni a saját akaratát a hölgy, mint a férfi. És akkor kap egy hölgy elnyomást, hazamegy, és mivel gyengébb a férje, mint ő, ezért fogja, elnyomja a férjét. Oké? Szóval, az azt jelenti, hogy ez a 60%, ez rendszeresen csinálni ilyeneket, ez annak következménye,
hogy nem tudja kezelni az elnyomást. Ugyanis az elnyomás kezelhető. Én úgy kezeltem az elnyomást gyerekkorban, ha elnyomtak, mondjuk egy hasonló korú, vagy egy kicsit nagyobb, akkor fogtam, azt orrba vágtam. És ezzel kezelve volt az elnyomás. Világos ez? Szó szerint értsd. Például ha a tanár elnyomott, akkor elküldtem az édesanyjába. Ezért főleg az általános iskola első időszakában, az első két évben volt annyi intőm, hogy többet nem lehetett beírni az ellenőrzőbe, mert betelt. Oké? Egyszerűen azért, mert nem hagytam, hogy elnyomjanak, érted? Ugye megbuktatni nem tudtak magatartásból, ha lehetett volna, megbuktattak volna, mert végig 1-től 4-ig kettes magatartásom volt. Oké? Otthon én jó voltam. Az iskolában én börtönnek éreztem az iskolát. Oké? Szó szerint. Tehát én szabad voltam gyerekként, és börtön volt ahhoz képest az iskola. Én jártam óvodába is, külön fektettek a többitől, óvodába is, mert nem hagytam aludni a többieket. Szó szerint értsétek, ott feküdtem a óvónő mellett. Én egyedül. Oké? Szóval, ez nem rossz, tehát én nem rossz gyerek voltam, nem tűrtem az elnyomást. És ugye 7 éves koromtól már apuval összekerültem, mert ugye fölköltöztek Pestre. És ugye egy 3 generációs családba költöztünk, családi házba. Ugye azért el lett adva ugye egy lakás, meg egy vidéki családi ház. És akkor ugye ott már ott volt apu, és apu egy erőteljes ember volt, aki próbált elnyomni, sikeresen csinálta. Csak tudod mi a különbség, hogyha 7 éves kor alatt nyomnak el, vagy 7 éves kor felett? Az, hogyha lehet, hogy fizikailag nem hagyod, vagyis fizikailag hagyod, mert ugye ő az erősebb, de belül nem hagytam. Ahányszor elnyomott, mindig mondtam, majd visszakapod ezt. Nem adtam vissza. Sose. Mert ugye megjött az eszem, hogy nem kell azt visszaadni, de nem hagytam magam. Érted? Tehát gyakorlatilag magamban az elnyomást megválaszoltam. És mondtam magamban, hogy amint akkor fizikailag olyan erős leszek, próbálj majd elnyomni. Oké? Tehát átlagosan hetente biztos, hogy kaptam tőle 1-2 pofot. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy ennek ellenére nem tudta már az elnyomást érvényesíteni, hála a jó Istennek. De azért több mindenben sikerült, mert én például 6 év alatt minden szereplésben benne voltam. Az azt jelenti, hogy rádióban szerepeltem, abban a műsorban, hogy óvodások műsora. Anno annak idején volt talán a Kossuth Rádió rendszeresen. Régiek emlékeznek. És ott ugye abban az óvodából vitték az embereket, a gyerekeket, és engem is. Mert ugye a 8. kerületben volt a rádió, és mi 8. kerületben volt az óvoda. És lényeg az, hogy elérte, el tudta érni azt, hogy én féljek a szerepléstől. Például ilyet el tudott érni. Hogy mit tudom, ha felelnem kellett mondjuk valamiből, akkor mondjuk remegek. Érted? Ilyeneket azért el tudott érni. Olyanokat is el tudott érni, hogy mondjuk dadogjak. Érted? Tehát a dadogás az mindig szülői elnyomás, csak úgy mondanám. Az a lelki oka. Tehát mindig a dadogásnak, tehát ha valaki dadog, egy gyerek mondjuk dadog, tudja, hogy a szülő elnyomta. Vagy elnyomja. Jó?
Tehát ilyeneket sikerült, tehát ez 7 éves korig semmi ilyesmi nem volt, ez 7 és 14 között alakult ki. Na most ahhoz képest, ugye megnézitek, nem dadogok, ahhoz képest nem remegek, mint kezdetben, az első előadást, amikor tartottam, körülbelül ennyi ember előtt, mint most vagyunk itt a teremben, akkor ez egy 1,5 órás előadás volt, és 3 órán keresztül még jó, hogy nem látták a lábamat, mert így cidrizett a két térbe. Szóval, tehát ahhoz képest, ugye sikerült leküzdenem azt a 14 évet, akkor például olyan érzéseim voltak, hogy egyszerűen csak úgy létrejött egy ilyen belső nyomás, érted? Ennek a 7-14 éve apu hatására. Tehát ilyen baromi rossz érzés, ilyen összeszorító érzés, mint ha itt valamit összeszorítanának bennem, érted? És ez rendszeresen volt, ami azt jelenti, hogy legalább hetente egyszer-kétszer volt ez az érzés. Nem tudtam rájönni sose, hogy mitől jön létre, egyszer létrejött. Na ez úgy kezdett elmúlni, ahogy a színpadon elkezdtem szerepelni 93-tól. És akkor szépen fokozatosan elmúlt. Tehát már nem találkoztam, hála Istennek, évtizedek óta ilyen helyzettel, már vagy 20 éve. Akkor szerepelnem kellett, színpadom tuti, hogy hasmenésem volt előtte. Közben is volt olyan érzésem, hogy már jó lenne, ha vége lenne, és ki kéne menni. Tehát ez rendszeres volt minden alkalommal. Tehát elég sok mindenen kellett változtatnom. De azt tudtam, hogy gyerekkortól, hogy én nem úgy akarom elhagyni ezt a földi létet, hogy utána ne emlékezzenek arra, amit létrehoztam. Érted? Na most itt viszont egy olyan helyzet van, ha már aranykorról beszélünk és szeretetkoráról, menjünk ide-vissza, hogy ezt egyedül senki nem tudta megcsinálni. Tehát, hogy legyen egy aranykor, a fentiek azt mondták ezzel kapcsolatban, hogy mivel sok a jó ember, ezért nem lett megszüntetve a bolygón az élet. Mármint az emberek általi élet. Mert ugye ez már volt előtte 6-szor, hogy törölték az emberiséget, és most azért nem törölték, mert sok a jó ember, és van esély az aranykorra. És ennek adtak egy határidőt, 2035. És azt mondták, hogy abban segítenek minket, hogy hagyják az elnyomókat, hogy hát ha megjön az elnyomás hatására tömegesen az emberek esze, mondom az elnyomás hatására. Mert ugye mit csinál egy ember, ha elnyomják? Két dolgot. Vagy segítséghez fordul, vagy meghal. Oké? Feladja. Feladja. Ez a két dolog van. Tehát mit tudom, hogy beleesel egy kútba, akkor vagy ordibálsz és kiabálsz, hogy húzzanak ki, vagy ott beletörődsz és meghalsz előbb-utóbb. Oké? Na így működnek az emberek. Tehát vagy segítségért kiabálnak. Tehát most megyünk egy ilyen világba, ami nézed, most már 3 éve gyönyörűen látszik. Hogy megyünk egy olyan világba, hogy egyre rosszabb és rosszabb legyen az átlagnak. Oké? Na most csak hogy rendezhetik el a fentiek a dolgokat? Nagyon egyszerűen. A születés az nem tőlünk függ. Tehát ha az Istened nem akarta volna, akkor te most nem lennél itt. Hanem hol lennél? Létközi állapotban. Érted? Tehát az előző életed után lett egy létközi állapotod. És a létközi állapotban az Istened segítségével el lett döntve az, hogy te újra születsz. Sőt, az is eldöntöttétek, hogy melyik családba. Az is, hogy miket fogsz megélni. Kikkel fogsz találkozni? Ez mind el lett döntve születésed előtt.
Világos ez? Nem kell ebbe hinni. Én tudom, hogy így van, te meg azt hiszel, amit akarsz. Szóval, mielőtt leszülettél, lejött a lelked, azelőtt kitörölték az előző életi tudásodat. Megkaptad tisztán a szeretetet, úgy jöttél le a földre, akkor, mikor megfogantál. Tehát nem akkor, mikor megszülettél, hanem akkor, mikor megfogantál. Tehát amikor, képzeld a szervezést, amikor a petesejt és az ondosejt, tehát az ondosejt beágyazódott a petesejtbe, érted? És elkezdett elindulni az élet abban a pillanatban, érted? Gondold végig, akkor mit tudnak a fentiek, hogyha ilyet tudnak? Akkor leküldték a lelkedet abban a pillanatban. Oké? És azóta van itt a lelked, és akkor szállta meg a testedet a lélek, amikor kibújtál édesanyádból, és az első levegőt vetted. Oké? Az első levegőt. Akkor. Így van. Mikor az első levegőt vetted. Na azóta ugye benned van a lélek, és onnan gyűjti az információkat, amikor megfogantál. Tehát ezáltal egyáltalán nem mindegy, milyen volt a kilenc hónap. Így van, kilenc hónap. Azt nézem, hogy állunk az idővel. Túl vagyunk az időn. Ránéztem tényleg. Na akkor, akkor ennyit a tanításból. Jó? Ránéztem az órára, és nem hittem a szememnek. Tényleg. Pedig ennyi. No szóval, jó, ha erről többet akarsz tudni, akkor vegyél részt a képzéseinkkel. Jó? No szóval, lényeg az, hogy ha szeretnél olyan tudáshoz jutni, hogy bekerülhess az aranykorba. Oké? És ne járj úgy, hogy ugye azt akartam magyarázni, hogy az életet, hogy te itt vagy, a fentiek hozták létre. Az, hogy mikor hal meg valaki, az ugye három feltétel. Mondjuk öngyilkos lesz, vagy tönkreteszi a saját testét és kénytelen meghalni, vagy fogják és kivonják az élők sorából. Ez a három variáció van, nincs más. Tehát ebből kettőt te intézel, de természetes módon történő halál esetén fogják és kivonnak, mondjuk például valaki mondjuk balesetben hal meg. Ezt fogták és kivonták. Vagy így elég gyorsan, pár hónap alatt lezajló halálesetben hal meg. Tehát így idő előtt. Ezt fogják és kivonják a forgalomba. Szóval ugyanúgy, ahogy az életet intézik, ugyanúgy a halált intézik. Tudjátok hány, mióta ezt az információt ismerem, tudjátok hány olyan halálesetet láttam, hogy egyik pillanatban élt, a másikban meghalt. Például semmi baja nem volt, nem 50 éves volt talán. Nem, az se. Lefeküdt szunyokálni, ahogy szokott vasárnap. És nem kelt föl belőle. Érted? Aha. Csak úgy délután, ebéd után szunyokált. Ahogy szokott vasárnaponként. És az egyik szunyokálásából nem ébredt föl. Érted? Tehát egy csomó olyan halálesetet láttam azóta, figyelem, hogy fogták és kivonták a forgalomból. Tehát, hogy kit, mikor vonnak ki a forgalomból, azt nehogy azt higgyétek, hogy tőled függ, hanem tőlük függ. Oké, és ez nem ijeszgetés, ez egy jó hír, mert ha teszed a dolgodat, és boldogulsz ezeken a területeken, és segítesz másoknak is, hogy boldoguljanak ezeken a területeken, akkor te azért dolgozol, amiért leszülettél. Ha nem, sorry, de neked nem kell megélni az aranykort. Ilyen egyszerű. Jó, és ez nem fenyegetés, ezt tudom, hogy így van. Jó, erről én meggyőződtem, akármilyen hihetetlen, meg tudtam róla győződni.
Úgyhogy te azt hiszel egyébként, amit akarsz, nem kell nekem hinned, így éld úgy az életedet, ahogy akarod. Én ezeket, amit elmondtam, ezeket tudom, hogy így van, nekem ez bőven elég, te meg azt hiszel, amit akarsz. De ha jót akarsz magadnak, meg másoknak, és te nem vagy elnyomó, akkor várunk szeretettel. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdánknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsi Miklós mesterkócsnak ezt a fantasztikusra sikerült bemutató előadást, és egyben megköszönöm, hogy házigazda lehetek, ez mindig nagy megtiszteltetés számomra. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a tanulást a Nyílt Akadémiánál és a PPH-nál, és azóta is itt tanulok, immár több mint 5 éve, párommal együtt, és büszkén mondhatom, hogy a családommal együtt, ugyanis a két lányunk is itt tanul, egyik, a nagyobbik már hamarosan teljeskörű tanuló lesz, a másik pedig hamarosan. Ebből az előadásból, hát igazából egy és ahhoz vonatkoztatva két dolog jutott eszembe, az egyik az elnyomás, hát ebben rendesen volt részem már gyerekkoromtól kezdve, a másik a szabadság, erről is volt szó, szabadságot szerettem volna és szeretnék jelenleg is elérni, a harmadik pedig a boldogság, és ennek a három fogalomnak szoros összefüggése van. Egyik negatív irányba húzza az embert, a másik pozitív irányba. Tehát elnyomásba volt részem bőven, amit említettem az elején, a hitel, stb. Hát most nem ismétlem meg, szabadságot szerettem volna, és szeretnék is elérni, és ehhez ez a 10 életterület, amit kivetített mesterünk, ez mind kell ahhoz, hogy boldogságba éljünk, hogy boldoguljunk az életünkkel. Tehát azt javaslom neked, aki nézed az előadást most, akár felvételre, akár élőbe, hogy eleged van már abból, hogy nem tudsz önmagaddal helyesen bánni. Tehát nem tudod, hogy hogyan kezeled az életed. Én így voltam. Pedig aztán kerestünk rengetegféle megoldást, már együtt párommal is, meg korábban is kerestem, de valahogy nem találtam. Nyilván bedőltem, vagy elhittem, amit a tanáraim mondtak, elhittem, amit a család mondott, elhittem, amit a barátok mondtak, sőt, jó szándékkal, jó páram megkíséreltek megvédeni attól, hogy kilépjek a mókuskerékből, a multik világából, nyilván nem rossz szándékban, a tudáshiány miatt. Tehát ha neked eleged van ebből, hogy ebbe élsz, akkor csak itt tudod megtanulni, hogyan tudsz ebből kilépni. Hidd el, hogy csak itt tudod megtanulni, mivel mi próbálkoztunk sok-sok évig, és nem sikerült. Nyilván pici lépések voltak, de az igazi megoldást sose találtuk meg. Ha eleged van abból, hogy a pároddal nem jól jössz ki, pedig szereted, akkor is tegyél egy próbát, gyere ide tanulni, minimum 3 hónapra, hogy megismerd, hogy itt hogyan van felépítve a tanítási rendszer, hogyan van felépítve az egész oktatási folyamat. Én erre se találtam megoldást sehol se. És amit említettem az elején is, ha nem tanulunk itt, akkor már nem vagyunk egy család. Ebben biztos vagyok. Tehát, hogy eleged van abból, hogy nem tudsz bánni pároddal, akkor gyere ide tanuljál, és itt rendezni tudod. Nyilván, mert találkoztam ilyennel is, hogy nem kell abban a tévhitbe élni, hogy befizetek 3 hónapot, és majd rendeződik minden. Nem. Ez egy több hónapos folyamat, viszont megéri, pláne ha azt nézzük, hogy milyen apró pénz a tandíj. Én mindig apró pénznek nevezem, mert megnéztem neten, le is mentettem, mert nem akartam elhinni. Vannak olyan személyiségfejlesztő tanfolyamok, frissek, hogy 10 meg 13 alkalom, és nettó 600 ezer forint. És life coach képzésnek hívják. Nálunk az egy szemeszter. Mellette van még 4 szemeszter, és 600 ezer forint. És néztem, vannak hozzászólások, és akkor biztos vannak tanulók is.
Láttam olyat is, hogy alkalmanként, ami egy másfél óra, 20-25 ezer forint, meg 30 ezer forint. Hát ez kiszorozza, az horror. Itt nálunk töredékért elérheted nem ezt a tudást, hanem ennek, már nem is tudom, tízszeresét minimum. Tehát majd nézik a 10 életterületet. Azok csak egy életterülettel foglalkoznak ennyiért. Tehát azt hittem rosszul látok. Tehát hogyha eleged van, például abból, hogy a szülőd de nem tudsz jól kijönni, akkor is itt a helyed. Tehát mi jól jöttünk ki a szüleinkkel, viszont azóta még jobban. Sokkal jobban. Tehát hogyha eleged van például azzal, hogy a gyerekeddel nem tudsz jól bánni. Sok gyerek, hallhatom egy viccet, hogyha tudnék rá a gyereket, kapcsolt ki a wifi-t otthon, aztán előjönnek. Tehát annak is oka van, hogy nem látod a gyereket. Hogyha szinte elmenekül otthonról, vagy elmenekül a háznak egy olyan zugába, ahol sose találják meg. Annak is oka van. Tehát, hogyha szeretné jobban bánni, akkor gyere ide tanulni. Másokkal, munkára nem is beszélve, itt olyan lehetőséget kapunk munkára is, aki szeretne nem a multiba, nem egy elnyomó környezetben tevékenyként dolgozni, jövedelmet szerezni, itt arra is van lehetőség, nagyon egyszerű módon. Ha eleged van ebből, vagy eleged van abból, hogy nincsen pénzed elegendő, nem az, hogy rogyásig, hanem az, hogy szükséges, ami szükséges a boldog élet fenntartásához, akkor is gyere ide és próbáld ki, mert arra is van itt tudásmesterünk, erre is ad tudást. Környezetünk, hatóságról nem is beszélve, hát arról említettem az elején, hogy mi se jöttünk jól ki velük, és nem tudtuk, hogyan kezeljük őket. Itt olyan mesterünktől olyan tudást kaptunk, hogy másnap tudtuk őket jól kezelni, és ha hiszitek, ha nem, egy bankügyintézővel, aki már a végrehajtással foglalkozik, azzal le tudtunk ülni beszélgetni. És azzal emberségesen tudtunk beszélgetni. És azt nem a netről töltöttem le egy PDF formátumban, hogyan kell vele beszélni, hanem Szedlacsik Miklóstól kaptunk róla információt. Tehát, hogyha eleged van abból, hogy ezzel nem tudsz jól kijönni, nem tudsz jól bánni, gyere ide tanulni. Isteneddel. Na hát, erről aztán eléggé színes kavalkád van az interneten. Ki ennek mondja, ki annak mondja, ki ezt gondol, azt gondol. Aztán ide jöttünk tanulni, és megtudtuk, mi az igazság. Hát elég döbbenetes, viszont ehhez is kell egy olyan valós és olyan hiteles személytől származó tudás, mint Szerdasi Miklós, hogy ezt logikusan felépített magyarázattal el tudja mondani és meg tud tanítani téged is. Úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes, ha eleged van, hogy ezektől a 10 területen nem tudsz jól bánni, és tanítás szerint elegendő egy terület, ha nem jól bánunk vele, már nem lehetünk boldogok. Elegendő, ha az egyik kilóg, akkor már nem lehetünk boldogok. Itt pedig ezt meg tudjuk tanulni. Úgyhogy javaslom neked is, hogy gyere, próbáld ki, minimum 3 hónapra. A tandíj az pedig olyan apró pénz, hogy ezt sehol máshol nem tudsz ilyen árkategóriai képzést kapni. Akciós díjan első hónap 19.700, utána pedig 12.500 forint. Ez visszaosztva 660 forint óránként, utána pedig második hónaptól 440 forint óránként. És ezt azért kapjuk meg ennyiért, hogy aki akar fejlődni, az meg tudja tenni. Aki igazán akar, az meg tudja tenni ezt a lehetőséget, meg tudja ragadni. Jó. A szünet után szeretetteremtő kocsképzésünk második hónapja folytatódik, amelyen, ha szeretnél részt venni, és ma jogosultságot várunk szeretettel, ha úgy láthatod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.